Sziasztok! Ebben a videóban a 2022. szeptember végén vásárolt gluténmentes és vegán termékeket szeretném megmutatni nektek. Ezúttal, ahogy a címmel is láthatjátok, mindent a Tesco-ban szereztünk be. Elég sok saját márkás élelmiszer lesz ezek között, de azért egy részét más boltokban is meg lehet venni. Szokás szerint a videóhoz tartozó blogbejegyzés linkjét a leírásban találjátok. Lássuk is, mi került a kosárba. Bocsánat a szokatlan fényekért, lámpákkal oldottam meg, nem az igazi, viszont most már egyre hamarabb sötétedik, és most van csak lehetőségem videózni, de szerintem látszani fog a lényeg. Kezdjük a hűtött termékekkel szokás szerint. 2 darab ilyen Tesco saját márkás plancséf aznapi lejáratú terméket vettünk. Az egyik ez egy ilyen burgerpogácsás dolog, a másik pedig egy húsmentes bolonyai spagetti. Ezeket Gábor fogja megenni, ugyanis nem gluténmentesek. Így néz ki, most egyelőre még nem bontom ki. Ez 2 darab ilyen barna burger. Illetve ez a másik, hát nem annyira bizalomgerjesztő, de biztos nagyon finom, majd Gábor elmeséli, hogy milyen volt. Érdemes megnézni ezeket a leértékelt pultokat, mert azért többnyire lehet találni jó dolgokat. Szintén leértékelt pult, ahogy látjátok, ez 2 darab humusz, az egyik egy ilyen paradicsomos paprikás, a másik pedig egy avokádós. 570 forintról 171 forintra szinte ingyen van. Töltséres jégkrémek, az egyik egy vaníliás kakaós, a másik pedig egy ilyen tofi, az egy ilyen karamellás jellegű jégkrém. Sajnos ezt leejtettem, úgyhogy kicsit meg van deformálódva, de az íze biztos ugyanolyan jó lesz. Én szerintem a karamellás az egészen jó, Gábornak az epres a kedvence. Elvileg lesz majd egy jégkrémes videó még idén, amit nyár közepére terveztem, viszont itt a műtétek bezavartak a terveimbe, elképzeléseimbe. Ha már egy részét felvettem, illetve megvettem a jégkrémeket, nyilván akkor már elkészítem, talán majd jövőre hasznos lesz. Sajnos az árak már biztosan nem lesznek aktuálisak, de az, hogy milyen íze van, hogyha nem változnak az összetevők, akkor valószínű, hogy ugyanúgy hasznos és aktuális lesz. Egyébként ezek nem rosszak, folyton újra vesszük őket, annyi, hogy a töltsérük nem olyan ropogós, illetve a csoki néha, ez a csoki szórás a tetején, amit itt is láttok például, nekem néha kicsit olyan bóvlinak tűnik, nem az, ami olyan klasszul olvad az ember szájába, hanem ami egy kicsit így ki van vajasodva, vagy nem tudom, amikor ilyen olcsóbb csoki olyan furcsa állagúvá változik egy idő után, de maga az összkép az teljesen rendben van. Jön a mindenki kedvence csoki részleg, ami most csak ennyi kivételesen, nem túl sok mindent vettünk. Kezdjük is ezzel a piros mogyorossal. Ennek megváltozott a csomagolása, kerestem egyet, még volt itthon egy régi, ez a régi, ez pedig az új. Állítólag új recept alapján. Hát én megnéztem az összetevőket, én szerintem ez pontosan ugyanaz, annyi, hogy az egyikben aroma van, a másikban pedig vanília. Én nem tudom, hogy eddig az aroma az véletlenül nem a vaníliát jelentette ilyen esetben. Minden esetre még nem kóstoltam, azt nézem, mind a kettő 80 g. Ugyanúgy szelektíven gyűjthető a csomagolása, annyi, hogy a gluténmentes felirat az rákerül, de hát eddig sem tartalmazott külön glutént, illetve nyomokban az sem volt, csak tejföldi, vagy rózs diófélékre, szóval szerintem olyan nagy különbség nem lehet, de mondom, még nem kóstoltam, úgyhogy ki tudja. Ilyen buborékos étcsokit mutattam már nektek korábban, ugye akkor rózsás néven futott, de hát mivel a Tibi is rózsán alatt van, és így most így összekombinálták valahogy, nem tudom, esetleg korábban lehetett-e így kapni, ezzel annyira nem vagyok képben, mivel Tibi csokit annyira nem szoktunk gyakran venni. Minden esetre, hogyha azt a rózsás csokit szerettétek, akkor így keresétek, megkóstoltam, teljesen ugyanaz az állag, teljesen ugyanaz az íz, ráadásul nem is drága, a Tibi csokik általában olcsóbbak, mint mondjuk a miak a többnyire. Meg szerintem jobban elérhető a Tibi csoki, például a Tesco-ban ilyen-olyan helyeken, ezeket a sima rózsás papírcsomagolású csokikat már jó idén nem láttam sehol, talán még az Interspárban találtam legutóbb, de már az sem most volt. Kétféle fehérje szeret, ez csokoládés, ez pedig ilyen karamellás, ezekre kíváncsi vagyok. Mostanában azért egyre több vegán fehérje szeretet lehet kapni szinte minden márkától. Jellemzően ez a csoki per karamell per esetleg eper vagy málna ízben. Kíváncsi vagyok, hogy ez a Tesco saját márkás melyik nagyon márkára fog hasonlítani. Ugye többször mondtam, nekem az Abszó a kedvencem. A Cerbonás se volt rossz, a Biotechus az nagyon borzasztó volt. Remélem, hogy ha nem is az ilyen mezőnyben lesz ez, de legalább ugye a közép kategóriában valahol. Almásfai a srispufi, ami meglepően finom szerintem, műtét előtt vettem, mármint nem ezt, hanem ugyanilyet vettem, csak most újra vettem. Amúgy a kilósára sokkal rosszabbra jön ki, mint a sima rizspufik, viszont nem tudom, hogy azt hogy lehet megoldani, hogy így áthassa ez az almásfahéjas íz, illat dolog. Ha nem akartok különösebben étkezni, csak úgy ennétek valami kis, valamit, aminek van valami íze, arra például tök jó.
narancsos étcsokival bevont rizspufi szelet. Ezt is mutattam már ezerszer, folyamatosan újra veszem, nagyon szeretem. Illetve ez egy új találat, ez egy ilyen Tesco sajátmárkás savanyú cukor mix kelpor. Már alig várja, hogy elkészítsem ezt a videót, mivel addig nem akartam megbontani. Ő meg már tűkönül, hogy meg lehessen kóstolni. Láttam vegán csoportban másik fajtát is, ilyen szivárvány színűt, viszont az nálunk a Tesco-ban nem volt. Ami meg volt ilyen narancsos, arról mindjárt mutatok fotót, ez lenne az. Ez pedig sajnos búzát tartalmaz, úgyhogy ez nekünk kiesik. Azért most már annyiféle gumicukor van, illetve vettünk az IKEA-ban, vettünk Ausztriában, hogy akkor inkább olyat veszünk, amit mindketten tudunk enni. Megnézzük milyen. Emberek, 2 darab olyan sárga van benne, az összes többi meg egyforma. Ott az egyik. Ott még a másik, de lehet, hogy csak alul közben átkerül, mert az ugyanaz. Én szétrendesen ezt az acskó. Hát én szétrendesen. Ugye kijöntöm egy ilyen szalvétára. Megterítettem ide, hogy egy se. Ó, 3 van, bocsánat. 3 darab sárga van benne. Valami formája van ennek, csak nem annyira látszik. Fogtömés kiszedősöm. Elvileg szőlő, narancs, márna, eper és citrom. Most ezt nem tudom, pillanat. Ezt nehéz megítélni, de valami formája van neki. Aha, szerintem az a márna. Ez lesz a citrom vagy narancsról van szó. Melyik a szőlő, melyik a márna. Na, ez az eper. Emberek. Na, ez biztos, hogy az eper. Ez tudja, hogy a citrom. Ez tudja, hogy a narancs. Melyik lesz a márna? Ez a málna. De akkor melyik a szőlő? Hát jó, akkor a szőlőt meg a málnát, azt nem tudjuk talán. Én ugyanezt az ízt éreztem. Mindig a kettőnél. Na, szóval cukorízű. Valami különbség van köztünk, de nem sok. Van. Arra jutottam, hogy a citromos és a narancsos ez behatárolható, a többiről nem tudnám megmondani, hogy mi. Még az epresről sem, pedig az epresek elég intenzív műeperízőek szoktak lenni. Egyébként nem rosszak, szerintem egész finomak, főleg 200 forintért, meg pláne. Annyi, hogy ez az igazi fogbaragadós, jól mondta Gábor. Szerintem egyáltalán nem rosszak. Nem azt mondom, hogy ilyen gurmé magas minőség, de rosszabbra számítottam. Teljesen olyan közepes, 3-4 csillag inkább azt mondanám. És következzen az egyéb kategória, ami csak ennyi, Tesco gazdaságos, vajas, pattogatnivaló kukorica. Régen nagyon sok ilyet ettem, azt hiszem az Aldis vagy a Lidl-es a legfinomabb, szerintem talán az Aldis, de már nem emlékszem, mert tényleg régen volt. A vajasok általában csak aromával készülnek, ami nem tartalmaz semmiféle tejet, vagy egyéb ilyen hasonló állati eredetű származékot, úgyhogy szabadon fogyasztható. A sajtos az sajnos tényleg ilyen sajtport szokott tartalmazni, úgyhogy az annyira nem. Még szerencse, hogy a vajas a kedvencem, szóval ez teljesen rendben van. Tesco-s piros pesto, erről már írtam is szerintem. Részemről a bemondós piros pesto a legfinomabb, de ez is rendben van, hogyha az éppen nincs kéznél, csak ez meglátásom szerint olajosabb, illetve az univeres pizzakrém. Előtte egy meleg szendvicshez szoktam vásárolni ezt a kinyomós, mint amilyen a Technocol ragasztó vagy a fogkrém, ilyen tubusosat. Aztán egyszer csak megláttam, hogy létezik ilyen, és akkor nagyon megörültem, mivel ennek jóval alacsonyabb a kilós ára. Van egy talán Vega nevű, valamilyen Vega Vegetáriánus nevű, mert a márkának az a neve, szintén ilyen kinyomos, tubusos pizzakrém. Viszont az nátriumglutamátot tartalmaz, úgyhogy ez nekem a migrén miatt kiesik, viszont ebben nincsen, szóval ez migrénes barát, úgymond. Azt nézem, hogy nincs is teher vagy felbontás után meddig szabad fogyasztani. Én nálam nagyon sokáig el szokott állni, mivel csak egyedül fogyasztom nagy részt, Gábor csak nagyon ritkán fanyalódik rá, mert ő elég intenzívnek találja. Nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem volt egy ilyen 1,5-2 hónapig fogyogatott, vagy még tovább, és nem penészesedett meg, nem lett neki fura íze, abszolút állagában nem történt semmiféle változás. Természetesen azért tartósítószer van be, meg sós is, de kb. Olyan, mint a ketchup, hogy nem megy csak úgy tönkre. Aztán sós rizspufi, egyébként ebből a cerbona a legfinomabb. Én előtte soha nem ettem cerbonát, mivel az drágább, és hát inkább az olcsóbbat szoktam én is nyilván választani. És kórházban voltam, és ott kaptam ilyen cerbonás rizspufit, mivel ugye gluténmentes étrenden vagyok, és olyan finom volt, majdnem olyan volt, mint valami nassolnivaló, nem is csak egy sima rizspufi. Szóval, hogyha valami jobb minőségűre vágytok, akkor azt vegyétek meg, de egyébként ez is teljesen korrekt, én ezt szoktam venni. Aztán Tesco gazdaságos gluténmentes kenyér. Amúgy ez borzasztó rossz, nem ajánlom. Penny-set ajánlom, és a Lidl-eset, ugyanis ez
esik szét, törik, morzsálódik, olyan száraz az egész. Igen, minek vettem meg akkor, mi mondta Tesco-ban voltunk, és nem akartunk másik boltba bemenni utána. De ha van lehetőségetek, inkább a Penny-ben vagy a Lidl-ben vegyetek gluténmentes kenyeret, mivel tényleg ez nagyon nehéz vele bánni, és száraz. 3-4-szer vettem, gondolván adok neki többször esélyt, viszont mindegyik alkalommal pont ugyanolyan rossz volt. Szóval sajnos valószínű, hogy ténylegesen csak akkor fogom venni a jövőben, hogyha nagyon-nagyon nincs más lehetőség. Gluténmentes spagetti tészta, azt hiszem az Aldiban lehet még ilyet kapni, kukoricalisztből van. Annyi, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy tényleg forró vízbe rakjátok, mivel szerintem hamarabb szétmálik, hajlamosabb így szétesni, mint hogyha a sima búzaliszt lenne, tapasztalatból mondom. És akkor nagyon pocsék és pénzkidobás az egész, és azt meg hát nagy kár érte. Gluténmentes panírmorzsa. Egyébként szerintem ennél a biopontosnál biztos, hogy van olcsóbb, én úgy emlékszem, csak a Tesco-ban ezt találtam, ami a legolcsóbb volt. Akarok majd videót csinálni a gluténmentes vegán panírozásról, és ahhoz gondoltam, vettem amúgy azt hiszem kukoricadarát, hogy itthon majd azt kipróbálom, meg ilyen konfliktszerűt, meg ilyeneket, de a videóhoz azért biztosra akarok menni. Tészták ügyében pedig ezt a civitát szoktam többször vásárolni. Van ez a, talán Gréta márkájú, amit még szoktam, az is ilyen kis ekkora kiszerelés, tényleg egy kis adag. De hogyha megnézitek a kilós árat, azért jóval többre jön ki, mint mondjuk ezek, és eleinte azt vettem, mert milyen jó, csak mondjuk 200 vagy 250 forint egy olyan kis zacsival, de ha megnézitek, hogy hány gram, annyira már nem is megérős, főleg ezekben az időkben mindig nézzétek a kilós árakat. Én ezekkel a tésztákkal meg vagyok elégedve, többször vásároltam már őket mindenféle formában, fajtában, szépen megpuhulnak, az ízük sem furcsa, teljesen jó. Ezeket is több helyen lehet kapni, azt hiszem a Penny-ben biztos, hogy láttam már. Végül, de nem utolsó sorban a kekszek, ezt a csoki darabos kekszet tudja, hogy mutattam, mert tök ugyanolyan, mint a Lidl-es bemondós keksz. Illetve erről a kókuszos kakaósról is írtam, nem is olyan régen, a leírásban megtaláltok hozzá a linket. Hát ennek semmi kókuszos íze nincs, cserébe ilyen kesernyi és étcsokoládés, ami nekem nagyon tetszik, és ilyen nagyon omlós, tényleg olyan, amit mondjuk így kávéhoz, teához fogyaszt az ember, tehát nem az a magában nassulós, mint mondjuk, hogy ebből belettöm egy csomót, hanem inkább ilyen pár szem, mert amúgy ilyen tök kesernyés. Nagyon enyhén ilyen darálós keksz feelingje van, de pont annak az eszenciáját nem adja, szóval azért nem mondanám, hogy teljesen ugyanolyan. Ezt pedig most veszem először, ezek ilyen gabonapehely, falatkák, vagy valami hasonló. Az van ráírva gluténmentes reggeliző keksz, én ilyet még nem ettem. Ezeket a töltött kekszeket, meg egyebeket ugye én nem nagyon tudom enni, mivel általában nem gluténmentesek, pedig vannak tök jók, amik vegán barátok is. De sajnos ez kimarad az életemből, szóval vettem egy ilyet, 1/4 kiló, úgyhogy szerintem elég jó. Hát aztán remélem, hogy finom is lesz. Mondjuk akinek kisgyereke van és tejtojás gluténmentesen kell étkeznie, annak biztos, hogy nagy segítség, mert nagyon-nagyon-nagyon kevés ilyen figurás reggeliző kekszet láttam eddig. Ilyen sima csokis kukoricapehelyet meg ilyesmit azért láttam, abból van többféle. Akkor ilyen kis rizszem alakúból van, szintén az is Tesco saját márkás, de ilyen kis figurásokat nem nagyon találtam eddig, szóval a gyerkőcök számára valószínű, hogy tetszetős lehet. Megvettem 2 ilyen cuki poharat, bár ez már nem igazán tartozik a videó témájához. Viszont olyan szép, az egyik ilyen jó kis őszi, a másik pedig ilyen cicás. Egy csomó ilyen mintás poharam van, és mindegyik más mintájú, direkt nem veszek egyformát, mert az olyan jó, hogy mindegyik ilyen kis érdekes. Nézzétek, ki jött meg! Még elmosásra várnak nyilván. És a végre is értünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha tetszett vagy hasznosnak találtatok ezt a videót, akkor javaslom szétnézni a csatornán, rengeteg hasonlót találtok. Ha esetleg gondoljátok, iratkozzatok föl, és akkor a jövőben kaptok értesítést a hasonló tartalmakról. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Cicák a videó végére, mivel Puffy egész végig a szekrényben everészett, ezért nem találkozhatatok vele. Mutatok néhány másik cicát, mivel mindig csak őt látjátok nagyjából. Akit most a képernyőn láthatok, ő Mila. Sacver kb. Olyan 6-7 éves ivartalanított leányzó, őt Budapestről hoztuk az Illatos úti telepről. 2 hónapon keresztül néztem a fotóját, nem vitte el senki, és a végén már minden este zokogtam, hogy én ezt a cicát meg akarom szabadítani onnan. Kicsit harapos néha, hogyha nem ott simogatjuk, ahol ő akarja, de attól függetlenül barátságos.
Itt egy kis fekete, aki ténylegesen kis fekete lett, sajnos nem voltunk addigra, mert túl kreatívak a névválasztás tekintetében. Őt párom hozta haza egy szeméttelep melletti autó alatt nyivákolt pár hónapos kis cicaként, gombás volt a füle, gyanítjuk, hogy azért rakták ki. Hát közel távol nem volt senki, szóval párom a kabátjába hozta haza, és ilyen 3-4 kilométert jöttek így. Annyira nagyon sírdogált, hogy a végén berekedt, és napokig egyszerűen nem volt hangja. De azóta nagyon szépen kikupálódott. Gagy. Aztán egy cirmos, ő nagy cirmi. Van egy kis cirmink is, ő a kis cirmi. Mind a kettő cirmos ex-kandúr. Őt a szomszédból szalajtották, úgymond, egy kobolcicának volt a kölyke, tesójával fogtuk be, sajnos ő fipes volt és elhunyt. Ez a cica pedig tüdőgyulladással került hozzánk, úgyhogy elég nehezen indult a kis életük. Félő volt, hogy esetleg nem marad meg, de nagyon bátran és hősiesen helytált. Ő körülbelül 5 éve van nálunk. Megmutatod magad? Baláska. Baláska nagyon alszik most. Akkor hagyjuk szerintem. Ő is utcacica kölyke, őnek az összes fogát ki kellett húzni, mivel ilyen foggyökér felszívódási problémái lettek, és szegény nem nagyon tudott tenni, és borzasztóan gyúlat volt neki folyamatosan a szája. Hát nem egyszerűen mentett cicákkal, az biztos. Amikor nehéz velük, akkor arra gondolok, hogy milyen rossz lenne nekik, hogyha mi nem lennénk. Ez a különbség, ez mindent megér. Most is gyúlod neki picit, de kap szteroidot, és akkor egy darabig jó. Gagy. Pufi testvére egyébként. Fia, kijöttél a szekrényből? Cicám? Vagy cicukám? Ma nem vagy szereplős kedvében. Na jól van, befejeztem. Megyek is. Sziasztok!